Köszöntöm nézőinket! Önök a Trio TV hírmagazinját, a Kishun Krónikát látják. Főbb témáink címszavakban. A képviselőtestület elfogadta a Pannon 2001 mozgókép Kft. Pályázatát a mozi üzemeltetésére. Petőfi Szállás önkormányzata megkezdte a felkészülést a szennyvízhálózat kiépítésére. A nevelőszülőket érintő új jogszabályokról és a számukra elindult képzésről tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Rendkívüli ülést tartott ma Kiskunfélegyháza képviselőtestülete. A városatyák döntöttek a Délibáb utcához, illetve az Alpári út egy számhoz kötődő komplex teleprogram támogatási szerződésének aláírásáról. A második napirendi pontban elfogadták a Pannon 2001 mozgókép Kft. Pályázatát a mozi üzemeltetésével kapcsolatban. A testületi határozat értelmében elkezdődhet a komplex telepprogram megvalósítása, amelyhez 150 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Kiskunfélegyháza önkormányzata. A projektben a Délibáb utcához és az Alpári út egyszámhoz kötődően sor kerül a lakókörnyezet rendezésére, képző és oktatási programok indulhatnak, és szolgáltatóközpontot is kialakítanak. Nagyon fontos, hogy a Csillag Szolgáltató Központ a pályázat szerint ennek a neve. A hatósági ügyintézéshez szükséges iratbeszerzés kitöltésében segítik a Délibáb utca, illetve a Alpári út 1/ABC-ben lakókat, de ugyanúgy természetesen a Bankfaluban élőket is. Itt a projektirodában lesznek ügyintézők, akik nem csak hatósági munka ügyében segítkeznek, hanem különböző családvédelem, személyes családgondozás, kapcsolatépítés, életvezetési, gyermeknevelési beszélgetéseket, szakmai egészségfejlesztési beszélgetéseket is fognak folytatni. Tehát valójában egy olyan közösségi szolgáltató központ lesz, ami nagyon sokrétű tevékenységet fog végezni. A képviselőtestület elfogadta a Pannon 2001 mozgókép Kft. Pályázatát a mozi üzemeltetésével kapcsolatban. Ennek köszönhetően megkezdődhet az épület rendbetétele, és hamarosan a filmvetítések is. Nem is egyszerű mozi lesz itt Kiskunfélegyházán, hanem a 21. századi mozi lesz, ami azt jelenti, hogy ugyanolyan feltételekkel, mint a kecskeméti, szegedi nagy multiplex mozik, ugyanilyen mozink lesz, hiszen több mint 44 millió forint beruházást ígér a szolgáltató. Ma a képviselőtestület egyhangulag támogatta, hiszen az eredeti pályázati kiírásnak megfelelően mozi célra kívánja használni, illetve a havi 108 ezer forint bérleti díjat is befizeti az önkormányzat részére. Fontos itt elmondani, hogy 3D-s vetítések is lesznek. A termekben multiplex ülések lesznek kialakítva, tehát a mozi feltételek hasonlóak lesznek. Mindamellett a premier filmeket is fogják Kiskunfélegyházán vetíteni. Az új üzemeltetők azt ígérik, hogy a megújuló filmszínházban már karácsony előtt láthatják a legújabb filmeket a mozi rajongók. Kedves nézőink, a testületi ülésen hozott döntésekről híradónk után a Krónika Pluszban hallhatnak bővebben. Várhatóan a 2000 lélekszám alatti települések is pályázhatnak a közeljövőben szennyvízhálózatuk kiépítésére. A hír hallatán Petőfi Szállás önkormányzata megkezdte a felkészülést. Előkészítették a terveket, valamint előkészítették a pályázati dokumentációt is. Petőfi Szálláson a lehető leggyorsabban szeretnék megvalósítani a szennyvízhálózat kiépítését annak érdekében, hogy a talajterhelési adót a község lakóinak 2016-tól ne kelljen fizetni. Ebben így gyorsan léptünk, községünk tekintettel arra, hogy költségvetésileg megengedheti magának azt, hogy az önerőt és más egyéb ezzel járó költségeit fel tudja vállalni, és minimalizálni tudja a lakosság irányába a bekerülési költséget, ezért úgy gondoltuk, hogy készítessük el a tervrajzokat, amik már most kész vannak. Mondhatom azt, hogy borítékban vannak, és miért a pályázat megnyílik, amiben bízok, hogy még ebben az évben sor kerül rá, akkor jövő év első felében a beruházás elkészhető. Az önkormányzat a csatornahálózat kiépítésének tervezésekor több lehetőséget is mérlegelt. Szóba került, hogy önállóan oldják meg a tisztítást, de az is kiderült, hogy az lényegesebben többe kerülne, mint csatlakozni a félegyházi rendszerhez, így az utóbbit választották. A beruházás 540 millió forintos beruházás, és közel 320 lekötést jelent,
és megközelítőleg 14 kilométeres hálózati rendszer, ami Kiskunfélegyházán keresztül csatlakozik be Csongrádi úti szennyvíztisztító telepre. A tervdokumentációk készek, a pályázati anyag előkészítve, amint megnyitják a pályázati lehetőséget, Petőfi Szállás azonnal benyújtja kérelmét, bízva abban, hogy az alaposság, a gyorsaság előnyt jelenthet. A Petőfi Emlékbizottság szervezésében tartottak szakmai továbbképzést Félegyháza magyar és történelem szakos pedagógusainak. Két keletkutató életútja, Vámbéri Ármin és tanítványa Germanus Gyula az iszlám bűvöletében címmel tartott előadást Kubassek János a könyvtárban. Szabadfogású nemzetközi birkózóversenyt rendeznek szombaton a József Attila Általános Iskola tornacsarnokában. Rövid híreink következnek. A Petőfi Emlékbizottság szervezésében tartottak szakmai továbbképzést Kiskunfélegyháza magyar és történelem szakos pedagógusainak november 14-én. A Városháza dísztermében Kapus Krisztián, az Emlékbizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket. A polgármester elmondta, az összejövetel célja felhívni a figyelmet a Petőfi kultusz ápolásának fontosságára, megismertetni a költő életművét kutató és publikáló tudósok munkásságát. Az összejövetelen Kapus Béláné, a Petőfi Emlékbizottság tagja, a Petőfi kutatók kiadványainak fontosságát ismertette. A költő félegyházi emlékeiről Mészáros Márta múzeumigazgató és dr. Tarjányi József, az Emlékbizottság tagja tartott előadást. Két keletkutató életútja, Vámbéri Ármin és tanítványa, Germanus Gyula az iszlám bűvöletében címmel tartott előadást november 14-én dr. Kubassek János geográfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója. A Petőfi Sándor Városi Könyvtár Könyvek Klubja Biblioterápia sorozatának keretében Pense Zoltán köszöntötte az előadót. Ezt követően Zsírmik István zenélt. Vámbéri Ármin 1832 és 1913 között élt. Életútja és utazásai során megismerte a keleti élet sajátosságait, szokásait. Tudományos folyóiratokban számos tanulmányt tett közzé török források alapján, a magyarok történelmi vonatkozásairól, emellett elsajátított közel 20 féle keleti tájszólást is. 1865 és 1904 között a Budapesti Tudományegyetemen a keleti nyelvek tanára lett. 1889 és 1890 között a Magyar Földrajzi Társaság elnöke volt. Tanítványa Germanus Gyula nemzetközi hírű arab nyelvészeti, kultúrtörténeti író, nyelvész, történész, számos arab akadémia tagja volt. Az első világháború alatt a miniszterelnökségen kapott állást. Feladata a külföldi sajtó ellenőrzése volt. 1925-ben jelent meg török nyelvtankönyve. Utazásai során megfordult Indiában, Közép-Keleten, Egyiptomban és Szaúd-Arábiában is. Szabadfogású nemzetközi meghívásos birkózóversenyt rendez november 16-án a Kiskunfélegyházi Vasas TK. A Ganoderma kupának a József Attila Általános Iskola tornacsarnoka ad otthont. Az esemény fő támogatója Gyöngyösi Sándor, Fülöp Jakabi biogomba termesztő. A versenyen több mint 20 csapat, közel 150 birkózó vesz részt. A tornán az erdélyi testvérvárosok csapatai, valamint a vajdasági Magyar Kanizsa és Zenta birkózói is képviseltetik magukat. A rendezvény a tervek szerint délelőtt 10 órától délután 3 óráig tart. A nevelőszülőket érintő új jogszabályokról és a számukra elindult képzésről tartott sajtótájékoztatót Kotenc János, a Szent Ágota Alapítvány kuratóriumának elnöke és Kapus Krisztián, Kiskunfélegyháza polgármestere. Az új szabályozás szerint január 1-től a nevelőszülői hivatás is munkaviszonynak fog számítani, ez országszerte több mint 5000 nevelőszülőt érint. Kotenc János, a Szent Ágota Alapítvány kuratóriumának elnöke elmondta, fontos lépésnek tartja az új szabályozás megalkotását, hiszen a nevelőszülői hivatást nem lehet klasszikus értelemben véve 8 órában végezni. 2014. január 1-től a kormányzat speciális jogviszonnyá alakítja a nevelőszülői hivatásvállalást, amely által a támogatásuk is megváltozik. Eddig a nevelőszülők egy jelképes juttatást kaptak, a minimum 15 000 forintos gondozási díj mellett ruha és étkeztetési támogatásban részesültek. Az új szabályozásnak köszönhetően táppénz és szabadság is megilleti a nevelőszülőket. Ma Magyarországon közel 21,5 ezer állami gondozott gyerek van, akiknek 62%-a él nevelőszülőknél. A Szent Ágota Alapítvány közel 7 000 gyermeket támogat.
azt van módunk bejelenteni polgármester úrral, hogy nem csak ez a fajta társadalmi törökvés valósul meg napjainkra, hanem a nevelőszülők professziójára is hangsúlyt fektet a kormányzat. Ezt a fajta professziót, ezt a fajta még inkább hozzáérteni képességet egy olyan kimondottan a nevelőszülők számára most meghonosítható felnőtt képzésben igyekszik biztosítani a jogalkotó, amelyet uniós forrásból finanszíroz, így ennél fogva a nevelőszülőink számára ez egy ingyenes képzés, egyébként összértékét tekintve ez egy 390 ezer forintos képzés, és ezt egy 400 a már regnáló nevelőszülőknek, a még érdeklődőknek pedig egy 500 órás felnőtt OK-i és szakmát a kézbe adó képzéssel biztosítja. A nevelőszülők számára Kiskunfélegyházán az önkormányzati hivatalban indult képzés, melyen jelenleg 25-en vesznek részt. Őket hetente két napon oktatják. Nagyon fontos, hogy amikor az Ágott Alapítvány részéről megkeresés érkezett hozzánk ide Kiskunfélegyházára, hogy ez a támapos pályázat itt is indul, mint képzés, akkor nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a legolcsóbb és a legkedvezőbb, meg az, ami lehetőségünk volt, ezzel támogattuk is ezt a kezdeményezést. Félegyházán és térségében jelenleg 72 gyermek kerülhetne nevelőszülőkhöz. A Szent Ágota Alapítvány célja, hogy az állami gondozásban nevelt gyerekek mihamarabb nevelőszülőkhöz, befogadó családokhoz kerüljenek. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. A képviselőtestület elfogadta a Pannon 2001 Mozgókép Kft. Pályázatát a mozi üzemeltetésére. A tervek szerint karácsony előtt már a legújabb filmekkel várják a mozi rajongóit. Petőfi Szállás önkormányzata megkezdte a felkészülést a szennyvízhálózat kiépítésére. Elkészítették a terveket, valamint előkészítették a pályázati dokumentációt is. A nevelőszülőket érintő új jogszabályokról és a számukra elindult képzésről tartottak sajtótájékoztatót a Városházán. Az új szabályozás szerint január 1-től a nevelőszülői hivatás is munkaviszonynak számít. Ez volt a Kiskun Krónika november 15-én. Maradjanak velünk továbbra is, hiszen megtudhatják, hogy milyen idő várható a hétvégén. Híradónk ismétlését este 8 órakor és 10 órakor láthatják, valamint holnap reggel 8 órakor, délben és 18 óra 30 perckor. Friss hírekkel pedig hétfőn 19 órakor jelentkezünk. Addig is, ha tehetik, látogassanak el a weboldalunkra, a www.félegyházitv.hu oldalra, ahol könnyedén újra nézhetik korábbi adásainkat, és véleményt formálhatnak tudósításainkról is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Szombaton térségünkben általában változóan felhős idő várható, csapadékra nem kell számítani, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, reggel általában 4, délután 10 fok körül alakul a hőmérséklet.